lehúzom, ajtón bezárom, már a kert végén a nap. Izzadt tenyérés, hangos szívverés, hallom kopogtat a nap. Jön a nap, ó jaj, jön a nap, ó jaj, nincs több áfonyás elv, bár. Jön a nap, ó jaj, jön a nap, ó jaj, azt hiszem véget ér a nyár. Függönyt lehúzom, ajtón bezárom, már a házamban a nap. Hűvös tekintet ültet le minket, már a spájzban van a nap. Jön a nap, ó jaj, jön a nap, ó jaj, nincs több áfonyás elvbár. Jön a nap, ó jaj, jön a nap, ó jaj, azt hiszem véget ér a nyár. Jön a nap, ó jaj, jön a nap, ó jaj, azt hiszem véget ér a nyár. Köszöntelek benneteket a Hangpróba című műsorban, ahol mindenféle feltörekvő zenekart mutatunk be. Meg se próbálom kimondani a zenekar nevét, mert biztos, hogy beleakadna a nyelvem, úgyhogy mondjátok ki ti, és egy picit mutassátok be magatokat, mikor és hogyan alakult a zenekar. Hát félig angol, félig német, ezért nem is lehetséges rendesen kiejteni a Kine Special nevet. Egy német órán találtuk ki, igaz, a német tárunk azt mondta, hogy tagadjuk le, hogy nekünk ilyenünk volt valaha is. Vagy egy németül tudunk. Vagy, hát nem, igen. Tanították. Pontosan. Lényeg a lényeg, létrejöttünk valamikor az elmúlt néhány évben. Aztán meg is látszik az eredménye most ennek. Hát inkább az elmúlt fél évbe kezdtük ezt el komolyabban venni. Magát azt, hogy zenekart kéne alapítanunk, azt én találtam ki, és kicsit sokat kellett vele. Nem tudom, a szép. Nem szó, hogy mondjam, szép szóval a baszom. Noszogatni. Nagyon kellett noszogatni, nem keveset. Nehezen kezdtük elsőnek, hogyha csak eleget ivott, akkor tudott énekelni, és erre várni kellett úgy körülbelül ilyen másfél-két órát, hogy el tudjunk kezdeni próbálni, ami így elég nehezen ment az elején, de aztán végül egyre jobb lett, és nagyon jó szövegeket ír szerintem. Hát még egy nagyon fiatal zenekarról beszélünk, úgyhogy a noszogatást azt lehet folytatni, és akkor majd jobb és jobb és jobb lesz. De ha már visszakaptad a mikrofont, akkor mesélj egy picit a dalszövegekről, azért ez sem hétköznapiak. Plusz ugye vannak olyan zenekarok, akiknek gyakorlatilag csak refrénből áll a dal, nektek meg nincs is refrén. Igazából úgy sikerült ez az új dalszövegírási formátummal előjönni, hogy nem is dalokat írtam, hanem verseket. Aztán ez így jött létre. Van, amit így fél éven keresztül, valamit 10 perc alatt, de a különbség az nem nagyon látszik általában. Mennyire könnyű, vagy éppen mennyire nehéz ezekre az egyedi, gyakorlatilag versekre zenét írni? Hát, mint ahogy a zsűri is említette, hogy nincsen benne semmi bonyolult, tehát 4 akkordból áll az összes. Így igazából arra a 4 akkordra kell valami jó csengő dallamot kitalálni, ami illik hozzá, és ezek inkább ilyen egyszerűbb akusztikus számnak indulnak. Igen, meg hát abban teljesen egyetértünk a zsűrivel, hogy ez zenekarként értékelni nem nagyon lehet, viszont valamiként biztos. Tehát azért valami mindenképpen vagyunk, attól függetlenül, hogy nem tudjuk feltétlenül, hogy mi. Hát most alapvetően én zenekarokkal szoktam beszélgetni, de akkor ti mik vagytok, ha nem zenekar? Hát attól függ, milyen távolságból nézzük, és mennyire van föltekerve a hang, tehát nézhetünk ki zenekarnak is távolról akár. Sőt, nevezhetjük is magunkat annak. Végül is van énekes, van gitáros, van dobosunk, tehát akár zenekaror is lehetünk, meg sok minden más azért. Kereteket lehet rugdosni kifelé, meg művészkedni, meg stb. A lényeg, hogy valami legyünk. Amikor rájöttünk, hogy semennyire nem tudunk zenélni, és abba hagytuk az elektromos gitár, meg a normális dob használatát, akkor találtuk meg igazán önmagunkat,
Tehát van, hogy sok rosszból összeáll egy jó, de vagy valami összeáll sok mindenből. Azt szerintem mindenképpen létrehoztuk, és továbbiakban se próbálunk majd meg normálisabb zenét csinálni, hanem a saját utunkat járjuk, mint ahogy eddig is. Én őszintén egy éve kezdtem el, másfél éve, mikor a távoktatás véget ért, YouTube-on tanultam meg gitározni, ami látszik is rajta. De szerintem a 4 akkordhoz tökéletes. Mennyire jó gitáros egyébként? Szerinted van benne fejlődési lehetőség még? Hát így nagyon közelről gitáros nem sokat láttam. Azok közül egészen fantasztikus. Szóval én teljesen büszke vagyok rá, és jó ez így. Rapid az orban, úgy ittad magad álmosra. A fürdőkádban üve cigiztél, mikor atomot dobtak a városra. Míg a felhők elől az emberek mincék mélyén rejtőztek, bögrékből csúszott a tablettás, és leárazott keféreken éltek. Addig rádiómmal a hónom alatt, egy végigvedett nyáron át, leveleim küldtem az éterből, amiket végül el sem olvastál. Diszkrét karizmátlan, mert Robert Kasztrát félisten, hajnalig táncolt a lépcsőházban, reggel láttam őt a tévében, aztán tegnap este kint vártál, és a reklámtáblák fényében, már 3 éve volt világ vége, de mégsem úgy, ahogy képzeltem. Fotókról eltűnő arcok közt beperzsett földeken sétáltál, és egy régi versben a fal zsebedben, a koponyában egy jégcsákány. Technokorapid az orban, úgy ittad magad álmosra. A fürdőkádban üve cigiztél, mikor atomot dobtak a városra. Technokorapid az orban, úgy ittad magad álmosra. A fürdőkádban üve cigiztél, mikor atomot dobtak a városra. Beszéljünk egy picit akkor, most nem csak a zenekarról, hanem rólatok személyesen is. Mivel foglalkoztok a hétköznapokban? Diákok vagyunk. Most fogunk érettségizni majd a gimnáziumban. És hova visz tovább az út? Hát én fogorvos szeretnék majd lenni a jövőben, ő pedig jogra szeretne menni. Na, ezek egészen komoly kilátások. Mennyire fog ebben még beleférni a későbbiekben a zene szerintetek? Hát én attól tartok, hogy semennyire. És a jövő nyár után szétszéledünk, nem is látjuk egymást még így civilbe se, nemhogy zenekarként együtt próbálni. Reméljük, hogy ez nem így lesz mégse, de van bennem egy ilyen félelem, meg úgy alapvetően mihez kapcsolatban nincsen bennem félelem, tehát nem újdonság ez. Még az idén nyáron megpróbálunk Nyíregyházán az összes kocsmába bejutni és koncertezni egyet, hogy legalább ilyen helyi szinten is ismertek legyünk, azért tudják, hogy mi ez a hangzavar, amikor elmennek egy kocsma előtt. Ilyen terveink vannak, tehát tényleg néhány hónapnál előre nem tervezünk, aztán meglátjuk, mi lesz. Hát, hogy neki az a félelme, hogy mi szétszéledünk, én ettől nem félek, hogy eddig se volt vele könnyű, hogy kiszedni őt a házból, úgyhogy szerintem a továbbiakban is majd, hogyha elmegyünk egyetemre, akkor is ugyanúgy fel fogjuk hívni egymást, és fogunk még zenélni együtt. Valahol ez az élethez való hozzáállás mégiscsak meglátszik a dalszövegeken, hiszen ezek a dalok is úgy íródtak, hogy
Egy nem fizikai értelembe vett atomháború, de mindenképpen egy szellemi értelemben lehulló atombomba után, ahol már, ha már nincs is semminek értelme, de legalább még lehet zenélni, vagy valami hasonlót csinálni. Ilyesmiket csinálunk mi is. Na de akkor mi lenne, hogyha most nem csak néhány hónapra tekintenénk előre, hanem teszem azt, együtt marad a zenekar. 10 év múlva miről fogunk beszélgetni ugyanígy egy koncert után? Hát 10 év múlva ne ez a dal legyen, egyrészt. Másrészt, nekem, én nem tudom, te hol látod magad 10 év múlva, Lőv, mondjad? Hát ő azt mondta, hogy az első albumunk az jól fog sikerülni, utána csinálunk másik kettőt, amivel megpróbálkozunk, az nagyon rossz lesz, és akkor, hogyha 15 év múlva újra próbálkozunk, akkor csinálunk egy negyediket, és akkor az már talán tűrhető lesz. A gitárosunk fogorvos és masszőr, de ez nem fontos, viszont most az ő kedvenc száma következik tőlünk, az a cím, hogy Pillangó. Hajrá, hajrá! Mikor egy pillangót megettél, kb. 8 éves lehettél, azután megdöglött a macskád, emlékszem, verseket is írtál, hogy a dög úgy is felfalt volna, ha kisebb lennél az egérnél, és hogyha zsákmány lesz az ember, holdra szállni kis lépés, pillangó szál, szép délután, előbújta, szápoly után, pillangó szál, 10 év után, összeér szárny, és szájpadlás, és az, hogy most erről írok, az nyilván nem elegáns, igazam nem volt egy percig sem, és te meg nem emlékszel már rám. Pillangó szál, szél délután, előbújta, zápor után. Pillangó szál, 10 év után, összeér szárny és szájpadlás. Pillangó szál, szél délután, előbújta, zápor után. Pillangó szál, 10 év után, összeér szárny és szájpadlás. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.